Minyernya! Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Három nap eltelvén újra itt van a Nyinyernya. A mai játékosok Bucsi Panni. Sziasztok! Kolonics Klári. Sziasztok! Bordás Barbara. Sziasztok! Dinnyés Dániel. Szép jó napot kívánok! Erdős Attila. Hello! És Kis András. Hello! Engem Göttinger Pálnak hívnak. Ma én vezetem a játékot, én készültem kérdésekkel. A kérdések agyafúrtak, mert az lesz a furcsa kérdés, hogy melyikük kevesebb szer. De majd a kérdésben fel fog tárulni, hogy ennek mi a mélyebb értelme. Annyit szeretnék előre bocsátani, hogy Daninak már picit hencegtem ezzel a kutató munkával, én nekem van szerencsém taníthatni a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és zenés színházról adok elő, és kis tanítványaimmal körültve én is részt vettem, és ők is egy statisztikát készítettünk az utóbbi 10 év magyarországi zenés színházi bemutatóiról. És nem kevés internetezéssel, mint egy 4 hét alatt feldolgoztunk mindent, ami az utóbbi 10 évben ebben a szcénában történt. Úgyhogy az adatok, amikre most rá fogok kérdezni, ráadásul reálisak, igazak, valódi mérés eredményei. Természetesen tévedhettünk, hiszen internetes forrásokból van, de azért aránylag mérvadóak. Úgyhogy most ezzel kapcsolatban fogok feltenni kérdéseket. Átírom ezt a sort valahogy. Hát értjük. Nagyszerű. Tehát az első kérdésem az rendezőkre vonatkozik. Melyik rendezőnek volt szerintetek kevesebb bemutatója az elmúlt 10 év során? Szabó Máté, vagy Bérdi Attila? De a bemutató alatt csak a zenéseket értjük? Csak a zenést értjük alatta, igen. Tehát opera, operett, musical, daljáték. Tehát kimondottan zenés műfaj. Tehát most azt kell megnevezni, aki a kevesebb, ugye, szerint? Hűha! Hát itt nem lesz a verseny, de én szerintem B. Szerinted az Attilának volt kevesebb? Kevesebb, igen. Hm? Nem tudom. Amikor még én voltam aktív, akkor a Máténak volt kevesebb. Szerintem is a Máténak volt kevesebb. Szerintem a Máténak volt kevesebb. Uh-huh. Igen. De most bocsánat, de hogy... Figyelek, semmi, jó, azt hiszem, nem értem a kérdést, de ezen most nem akadt fel a műsor. Mit nem értesz rajta? Hogyha melyiknek kevesebb, akkor most azt mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy a Szabó Mártnál kevesebb, akkor át kell megjelenni, nem pedig a B-t, mint amelyik nem. Igen. Tehát melyik a kevesebb bemutató, Rakel, adod egy választ? Jó, értem. Arra nekem az a válaszom, hogy zenésben Szabó Márti. Nak volt szerinted a kevesebb, tehát A. Igen. Kis Andis? Én is azt mondom, hogy a Máténak volt kevesebb. Attila? Én is azt mondom. Nagyszerű. Második kérdés, szerzők. Melyik szerzőnek volt kevesebb bemutatója szerintetek? Verdi vagy Kálmán Imre? Magyarországon? Az utóbbi 10 évben. És ebben benne van az Operaház is. Bizony. Kálmán Imre. Igen, szerintem is Kálmán Imre. Viszont az összes vidéki színházban benne van. Igen, de vidéken Verdit játszottak, sokat játszottak Szegeden, Debrecenben, Miskolcon. Soha ne besült le Kálmán Imrét. Igen, én azt mondanám, hogy... De figyelj, Nadia, a Csádást nem játszhatták máshol, csak az operetbe például. Budapesten, de vidéken játszhatták. Budapesten csak az operetbe, de vidéken nyugodtan lehetettek. Szegeden is játszottunk Csárban. Persze. Nem játszanak annyi címet Kálmán Imrétől, mint Verditől. Szerintem is, igen. Tehát igen, én a B-re szavazok. Elnézést, ebben az utazultársulatok is benne vannak, vagy csak a nagy nemzeti színházak? Ebben a Budapesten a zenés műv profilú színházak, és vidéken a megyeszékhelyi. Igen, nincsenek benne akkor a turnék, tehát a trixiék nincsenek benne, a teremi trixiék például.
valamiért én ennek ellenére arra szavazok, hogy Verdinek volt a kevesebb, és a Kálmán Imrének a több. Ez nagyon érdekes kérdés, ez érdekes kérdés nagyon. Nem sokára a válasz is kiderül, előtte azonban tippelnetek kell. Én a! Andri? Majd háromszor elmondtam. Andri? Én azt gondolom, hogy Kálmán Imrének volt kevesebb. Pannit? Én is szerintem is Kálmán Imrének volt kevesebb. Nagyszerű. Következik a harmadik kérdés. Itt a kérdés címekre vonatkozik. Melyikből volt kevesebb premier? Carmen? Vagy My Fair Lady? My Fair Lady, pardon. My Fair Lady. My Fair Lady, igen. Én is azt gondolom, hogy abból kevesebb volt. Igen. Dani? Hát én, mint a My Fair Lady egyik hazai képviselője, hát ez nem vagyok ebben egész biztos, mert múltkor csodálkoztam el rajta azon, hogy mennyi My Fair Lady volt vidéken. És Carmenből mondjuk az opera bemutatott kettőt az utóbbi időben, mert a többiek azok régebbiek. De volt Szegeden, volt Debrecenben, volt. Hát igen, de az még csak Pécsen. De az így is csak hat, és szerintem My Fair Lady az utóbbi időben sokkal többször lett. Én arra szólom, hogy Carmenből volt kevesebb. Talán még nincs polcon is volt Carmen. Klári? Elbizonytalanodtam, akkor legyen az A. A házassági gravitáció. Én is a Carment mondom, hogy abból volt kevesebb. Attila? My Fair. Panni? Hát én a My Fair-t mondtam, most már én is elbizonytalanodtam, de kitartok a My Fair Lady mellett. Nagyon becsületesen játszol, megdicsérlek. Következő kérdés. Melyik színházban volt kevesebb zenés bemutató? Hát a negyedik kérdés színházakra vonatkozik. Debrecen vagy Szeged? Debrecen, de szerintem is. Hát lehet, hogy becsapós. Mert ugye a gyerekdarabok, meg a gyerekdarabokat akkor nem számolom bele, hogyha prózai tagozat adja elő. Tehát csak kivonatban a zenés bemutatókat számítom most bele. Debrecen. Uh-huh. Én is Debrecen mondok. Jó, Debrecen. Szegedben nem számít bele a szabadtéri? Nem. Ja, de a balett beleszámít. Bocsánat, a szabadtéri beleszámít, de nem ebben a kérdésbe. Tehát most itt kimondottan a Szegedi Nemzeti Színházat kérdezem. Aha. Egyébként akkor... statisztikában szerepelnek a szegediek is, de mondjuk a szegedi az becsapós, mert ugye azok sokszor koprodukciók, tehát egy igazi elő színháznak is produkciója, meg Szegednek is. Igen. De és akkor Szegednek is számít? Tehát, hogy most... Szegednek számít a koprodukció? Akkor beleszámítom mindenhova, de nem a Nemzeti Színházhoz, úgyhogy itt most az nem érint minket. Hogyha ő például, mit tudom én, a kóperást nem számoltad bele? De. Ja, de. Akkor Debrecen. Jó. Debrecen, én is azt mondom, hogy jó. Attila? Debrecen. Én is azt mondom. És az utolsó, ötödik kérdés, melyik műfajból mutatnak be többet, kevesebbet Magyarországon? Musical, vagy opera? Hát egyértelmű, hogy opera. Igen? Én is sajnos az operát mondom. De igen, én is, Panni. Uh-huh. Aztán lehet, hogy csodálkozunk. Jó lenne. Én a musicalt mondanám. Hogy abból... mondja a szakértő. Hogy abból van kevesebb, igen. Mert én amit az utóbbi amit az utóbbi 10 évben felmutatott az operaház, ha más, ugye nem is, mint a műzék számát, a bemutatók számát, plusz a vidéki, plusz a szegedi standard 4 a Debrecenén, én azt mondom, hogy műzikát kevesebbet.
hogy igazából. Van. Érdekes. Musical az ilyen utazótársulatok. Igen, tehát sok musical van ilyen kis félig amatőr vagy amatőrizéknél, de hivatalosan színházban, viszont a vidékiek azok két évente vagy évente egyet mutatnak be, és van még ezen kívül a musical, a madás, ami standard repertoárja van, tehát nem minden éven mutat be négyet. Jó, de hát például játszik musicalt a Thália. Hát igen, de azok sikeres előadások több évig mennek, ezért nem kell újakat bemutatni. Mutatnak be újat, igen, míg az operátorok a többivel. Mindegy, én azt mondom, hogy a musical. Jó, hát ez megdöbbentő lesz. Adi? Én is azt mondom, hogy musicalből van kevesebb. Attila? Musical. Nagyszerű. Itt annyi megjegyzést tennék, hogy ebbe a statisztikába a Táliát nem vettem vele, mert a vállalt profilja nem zenés színház. Tehát Pestről csak a zenés színházakat vettem bele. Ja. Tehát opera, operett. De miért az izét nem vetted, hogyha az Orlai, vagy ilyesmi? Nem. Akkor... Na jó, most mindjárt ki fog derülni. Köszönjük szépen, kérem szépen prezentálni. Ebben a vizsgálatban 20 magyarországi színházat vizsgáltunk meg, ezek 658 premiér tartottak összesen. Jézus Mária. Az elmúlt 10 évben, azaz átlagosan és évente 3-at. Így van. A rendezők közül ezt a 658 premiért ugyanaz a 199 rendező rendezte, vagyis a top 10 rendező rendezte a 29%-át az összes bemutatónak. Wow. Ez nagyon durva, tehát ez azt jelenti, hogy a top 10 rendező átlagosan fejenként 19-et rendezett az elmúlt 10 évben, a többiek átlagosan 2-t. Ne vírus! Meglehetősen vízfejű szakma, hogy úgy mondjam. De durva! 8 különféle műfajt néztünk meg ebben a statisztikában kis tanítványaimmal, ebből az opera nyert. Jó, hát akkor elbuktam. Ez adja a bemutatók 40%-át, és a maradék 60% az összes többi. Örülünk neki, Klári, hát. Hát csak nem énekelünk benne. Minden nem jelent össze. Igen, nem tudok mit mondani, mert... 171 szerző, 320 művére bukkantunk rá. Ebből a top 10 szerző írta 227 bemutató zenéjét. A maradék 94%-nyi szerző osztozik az összes többin. Hoppá. 13% a műveknek a top 10 cím, az 86 produkció, és a maradék 87 az összes többi, tehát itt is van nagyon közkedvelt címek. Színházak közül, a 20 vizsgált színház közül a kiemelt helyzetű operaház mutatja be az összes zenész produkció 23%-át. Hát, tulajdonképpen a szubvenció alapján ez... Hát ennek van gazdasági értelme, bizony. Viszont ami nagyon meglepő, hogy a top 5 színház a top listáról, tehát 20 van összesen, ebből a top 5 mutatja be 50%-át a bemutatóknak. A döbbenetes. A maradék 15 színház osztozik az összes többi. Ez nagyon érdekes. Rendezők top listája íme. Kerini Miklós Gábor. Eltaláltam Szabó Máté. És Szabó Máté a második. Bizony. Így van, nagyon följött az elmúlt években. 24 bemutató. Hát a Kerényi Miklós Gábor, Somogyi Szilárd az eleve koprodukció, akkor tulajdonképpen, az sok. Hát ez bizony sok. Itt egyet... Anger Ferenc 22-t rendezett. Egyet nagyítanék ki egy jelenséget, hogy Szinetár Miklós rajta van a top listán továbbra is. Elképesztő. Ami elképesztő. Tehát az ő pályája 52-ben indult. Gyerekek, úgyhogy... 60 éve banyek. Hát sőt. Hát hasznos. Úgyhogy ez nagyon komoly. Szerzők toplistája Verdi Torony Magas köztes. A Verdi 46 Verdi operát játszottak az elmúlt 10 évben. Itt engedjünk meg egy kicsit a gyerekeknek, akik ezeket az adatokat gyűjtötték, egy kis türelmet, mert azt már nem vagyok meggyőződve arról, hogy gondos kézzel válogatták szét, hogy az operában mi a bemutató és mi az, ami még műsoromban. Tehát ugye például Puccini nagyon jó helyezést ért el, de hát a Bohém Élet ez egy 37-es bemutató, ha jól tudom. Olyannyira, hogy bemutattak azóta újat is. De,
de az mégis még műsoron van. Tehát ezt már nem biztos, hogy gondos kézzel várogatták szét, bár azért igyekeztek valamennyire én is utána nézni. Most nem ment tovább a mutatásod. Erről is van ilyen összefoglaló? Nem. Nem. Verdi, Puccini, Mozart, Kálmán Imre, Donizetti, Presser Gábor, John Kander, Lehár, Ferenc, Kocsák Tibor és Huszka Jenő az első tíz. Kocsák és Huszka egy helyen, ez igen? Igen, bizony. Nagyszerű, a címek top listáján a Csárdás királynő van az első helyen, bármilyen furcsa, 11 Csárdás királynő volt az utóbbi 10 évben. És a Carmen gyerekek, látjátok, hogy a Májfer Lédi. Mágnás Miska, a második, Padlás a harmadik, bármi ledöbbentő, és a Carmen utána következik. A Májfer Lédi ebben a top listán az utolsó helyen van. Milyen érdekes, hogy ennyi skikki volt. Ez engem is teljesen ledöbbentett, nem találok ennyit a Triptihon többi részéből. Megdöbbentő. Rá volt nyári, szabadtéri, operetszínházas, koprodukciós, nem te, de azokban nem volt köpeny, és pláne nem volt szororan Jerika. Én meg voltam az győződve, hogy a Chicago az mindig is több volt, mint a Kabaré például, vagy a másik. Én is azt mondom. Képzeltem. Hát a saját ízlésünket látod, hogy azt... Képzeltem, én magam is találtam meglepetéseket magam számára ebben az egészben, de ez a helyzet. Jó, én ennek a felében játszottam. Mondhatjuk, akkor meghatározó személyisége vagy az egész színházi működésnek. Ez egyelőre. A színházak top listája következik, itt az Operaháza, Dani éles szemmel világított rá, 11 néhány premiér produkál egy évben. Tehát 151 premiér volt az elmúlt 10 évben. Ez után bőven 100-zal lemaradva jön az Operett Színház 49-el. Itt egyébként feltűnő, hogy a Madács nem fér föl a top listára, ugyanis a Madácsban nagyon hosszú szériákat játszanak, és most csak a mennyiségeket néztük, tehát a bemutató mennyiségeket, a Madácsban az egyes előadásoknak a nézőszámát mérik 100 000-vel. Tehát ha valami megy, akkor az megy sokáig. Úgyhogy relatíve bemutató számra nem olyan magas, a legtöbb vidéki színház megelőzi. Viszont Szeged megelőzi Debrecent, ezt jól gondoltuk. Bizony. És akkor a műfajok top listája, hát az Operaház dominanciája lévén ott egy valamiből nem játszanak túl sokat, ezért egyfolytában gyártják az új bemutatót, ezért le is uralják ezt a mezőnyt nagyon durván. Úgyhogy az opera feltűnően sokkal több volt az elmúlt 10 évben, mint musical. Aha. Ennek megfelelően. Kérem hát, szépen, szaladunk gyorsan az eredményjelző táblára, hogy learassuk a babérokat. Tehát Attila, ugye Szabó Máté és Béres Attila, mindketten a Miskolci Színház tagjai, sőt Béres Attila előtte főrendező volt az Operett Színházban. Ugyanakkor ő valószínűleg az igazgatói tevékenysége jobban oda köti a házhoz, és a Szabó Máté szabadabb egy picit, úgyhogy ő jobban tiporta az elmúlt 10 évben legalábbis mennyiségre. Verdi és Kálmán Imre közül a Verdi nyert, ez az Operaház áldásos tevékenységének tudható be. De ebben is igaza volt annak, aki itt jegyezte meg, hogy a legtöbb vidéki operaházban is felbukkan Verdi. Okay. Meg hát az előbb láttuk a top listát. Mert én abban speciál énekeltem vidéken mindenhol Verdi. Tehát. A Carmen és a My Fair Lady közül ebben az értelemben, tehát a Carmen nyert 9-7-re. Debrecen és Szeged közül ezt jól sajdítottátok. A Szeged áll jobban, legalábbis a bemutatók számát tekintve, és a műfajok közül, mint az előbb kihangsúlyoztam, musicalből volt kevesebb. Úgyhogy így néz ki a végeredmény. Mekkora volt verseny! És Bucsi Panni nyerték karöltve ezt a mai nyernyát. De jó, ez nagyon jó volt, Pali, nagyon érdekes, megdöbbentő. Köszönöm, egészségetekre várjék a játék, a győzteseknek gratulálunk, ők egy valamennyi magyarországi színházba vonatkozó örökbérletet nyernek, és a 626-ot végignézhetik, hogyha kedvük tartja. Az ne adja meg nekik a jó Isten. Nekünk mind a 9 Carmen rendezést egybe. Mindenki másnak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, ez volt a Nyinyerni a mai adása, találkozunk 3 nap múlva. A lehető legjobbakat kívánjuk, ezek közül az első az, hogy jó étvágyat kívánunk. Mosanak kezet. Viszlát!
Hello! Nyer nyom!